A házszabálytól eltérve egyetlen nap alatt átverte a kormányzat a parlamenten az úgynevezett áraktőt, a Lex áraktőt, az áraktővel apostrofált törvénymódosítást, amely gyakorlatilag végteleníti az előzetes letartóztatásba helyezési időtartamát. Hag Péter jogász egyetemi docens a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondja az ellenzék, hogy ez alkotmányellenes, Európai Unió joggal, Európai Uniós joggal ütköző, és mindenfajta nemzetközi szerződéssel ütköző, tehát eleve, amit elfogadott a parlament, az nem maradhat érvényben. Igazuk van? Valószínűleg igen. Az Európai Unió magát a törvényt nem vizsgálja, illetve maga az Unió ezzel különösebben nem foglalkozik, de az Európai Emberi Jogi Egyezmény, amit a Strasbourgi Bíróság hajt végre, ami az Európai Tanács keretében megfogalmazott egyezmény, az rögzíti a tisztességes eljárás követelményeit, rögzíti azt, hogy mindenkinek joga van, még a bűnösöknek is joga van ahhoz, hogy az ügyükben ésszerű időn belül szülessen döntés. És Magyarországot sajnos már többször elmarasztalta a Strasbourgi testület, jelentős pénzösszegek megfizetésére kötelezte a magyar államot azért, mert egyes ügyekben túlzottan elhúzódott az eljárás. Ugye itt az áruktői ügyben is nyilván az egy nagyon sajnálatos és negatív jelenség, hogy szabadlábra kellett helyezni ezeket a nagyon súlyos bűncselekményekkel megvádolt személyeket, de ez csak egy tünete egy még súlyosabb problémának, hogy az állam 4 éven belül nem volt képes elsőfokú ítéletig eljuttatni az ügyet. Ugye a 2010-es ígéretek egy része a Fidesz részéről, az pontosan a bíróságok munkájának felgyorsítására vonatkozott. Erre hivatkozva alakították át a bírósági rendszert Magyarországon. Semmi eredménye? Azt nem mondom, hogy semmi eredménye, mert az ügyek döntő tömegében történtek pozitív változások, de látszik, hogy még mindig vannak olyan ügyek, kevés számban, az összes évente több 100 000 ügyhöz képest ez elenyésző számban fordul elő, hogy 4 éven túl húzódna az eljárás. Csak azt is látni kell, hogy eddig az állam, a kormányzat törvényen keresztül tudta valamennyire rávenni a bíróságokat, hogy gyorsan döntsenek. A bíróságokra vonatkozóan nagyon-nagyon kevés határidő van a büntetőeljárási törvényben. Ez az egyik határidő volt, hogy a bűncselekmény súlyától függően 1, 2, 3 vagy a legsúlyosabb bűncselekmények esetében 4 éven belül be kellett fejezni. Akkor sem kell megszüntetni az eljárást, hanem a letartóztatásból házi őrizetbe kell helyezni. Ebből lett a szökés itt most. Igen, csak az időközben az állam nem tudta megmagyarázni, hogy 13-14 éve a törvény lehetővé tette a megfigyelését a házi őrizeteseknek ezzel az elektronos műholdas rendszeren keresztül, egy GPS vezérelt rendszeren keresztül, de csak most ősszel kezdték el ezt alkalmazni. Én mai napig se tudom megmondani, hogy mi tartott ebben 10-valahány évig. De hát Bárándi Gergely meg azt vetette fel a parlamentben, hogy tessék mondani, hogy nagyon nagy gond két rendőrt odaültetni. És ez se érti az ember, tehát nem pontosan annyira bonyolult megfigyelni valakit, pontosan, akinek ott kell lennie. Így van, és nem olyan nehéz kitalálni, hogyha valakit életfogytiglani szabadságvesztés fenyegethet, az esetleg meg akar szökni. Tehát itt nagyon súlyos gyakorlati hibák történtek. A megoldás, amit a kormány, idézőjelben mondom megoldás, az szerintem rövid távon egy politikai ügyet kezel, hogy elő tudnak állni a választók elé a politikusok, és azt mondani, hogy mi már a jövőre nézve megszüntettük ezt a lehetőséget. Hosszú távon kifejezetten a kormány célkitűzései ellen hat, hiszen el fognak húzódni az eljárások. Ugye hivatkoztak a német és a svéd megoldásra, ahol egyfelől általában nagyon gyorsan fejezik be az eljárásokat mind a két helyen, másfelől mind a két országban az ügyészség kormány alárendelt szervként működik, és a folyamatban lévő ügyekben tud valamit tenni annak érdekében, és tesz is annak érdekében, hogy gyorsan fejeződjenek be. Indítványokkal, jogorvoslatokkal kényszeríti ki a bíróságoktól, hogy gyorsan döntsenek. Ugye nálunk az ügyészség jogi értelemben független a kormánytól, tehát a mindenkori kormány nem tud a konkrét ügyekbe befolyást gyakorolni. Tehát gyakorlatilag lelassítják ezen keresztül az eljárásokat tömegesen, elveszti a kormány a befolyását a fölött, hogy kikényszeríthessen ügyeket. Nem tesz meg olyan lépéseket, mint például a szakértői rendszernek néhány százmilliós költségvetési megtámogatása, az lényegesen fel tudná gyorsítani. Erre most van egy ellenzék indítvány jövő évi költségvetésre. Pontosan, ugye ahelyett, hogy futballstadionokat építünk, annak abból csak bizonyos költség megtakarítását, itt egy stadion 14-15 milliárd forint.
forintos összegbe kerül az adófizetőknek. Ehelyett 1-200 millió forintos beruházásból lehetne lényeges változást létrehozni, ahelyett, hogy a kormányzat például olyan törvényhozási lépéseket tenne, hogyha a bírót előléptetik, akkor amiatt ne kelljen másfél évet várni a korábban elindult ügyben, amit újra kell ilyenkor kezdeni, hanem írja elő a törvény, hogy a bíró nem foglalhatja el a magasabb státuszát addig, például nem kerülhet fel a kúriára vagy az ítélőtáblára, amíg le nem zárja az ügyeket. Ennyire egyszerű lenne. Nagyon úgy ismerem, mint aki az emberi jogokra igen érzékeny. Van az a helyzet, amikor az állam a saját tehetetlensége okán, és hát akár, hogy nézzük, a jogrendszer működése az állam tehetetlenségét mutatja. Korlátozhat emberi jogokat? Csak azért, hogy célokat elérjen? Van ilyen helyzet, de nem minden jogra vonatkozóan. A Strasbourgi Bíróság bizonyos tekintetekben elfogadja az emberi jogi jogkorlátozást, például a magántitokhoz fűződő jogot lehallgatással korlátozhatja az állam azért, hogy büntető eljárásokat le tudjon folytatni, a magánlakást átkutathatja a törvényi keretek között. De vannak bizonyos jogok, amiket nem lehet korlátozni. Tehát a Strasbourgi Bíróság például azt következetesen képviseli, hogy a tisztességes eljárás követelménye az olyan, amit még a legsúlyosabb bűnelkövető esetén sem adhat fel az állam, nem mondhatja azt, hogy kínzással vagy bármilyen más eszközzel szerezhetne. Nekem egy ügyvéd azt mondta, hogy ez egyébként is elhangzott időnként kihallgatásoknak, hogyha nem működsz együtt, ott fogsz megrohadni előzetesben. Ez a mondat, ez realitássá válik ezzel a döntéssel, nem? Hát eddig is realitás sajnos, az igazságszolgáltatásban az ügyészségek használják, és a rendőrség is használja a letartóztatással való fenyegetést arra, hogy vallomásokat kényszerítsen ki, részint beismerő vallomásokat, de még gyakrabban azt, hogy valaki másra tegyen terhelő vallomásokat. Hát az együttműködés. Pontosan. Igen. Tehát ez valamilyen módon realitás. Az eddigi törvények és a Strasbourgi Bíróság gyakorlata a jövőben is, mert azért ne legyen illúziónk, Strasbourg ki fogja kényszeríteni azt, hogy 4 év belül befejeződjenek az ügyek. Azok a képviselők, akik most megszavazták, nyilván biztos szívesen vállalják, hogy a saját költségükből fedezik majd a strasbourgi büntetések költségét. Nyilván és ezt fogják, nem igen. Az adófizetőkre terhelik, de Strasbourg ezt ki fogja kényszeríteni, de addig is lesznek ügyek, ahol pár éven keresztül el kell jutni Strasbourgig, meg kell alázni Magyarországot Strasbourgban, mert hogy már sokat szóra ki kell majd mondani, hogy Magyarországon az alapvető és korlátozhatatlan emberi jogokat aránytalanul és indokolatlanul korlátozza az állam, illetőleg nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy a legkevesebb jogsérelmet okozzon maga az állam. Ak Péter, köszönöm szépen. Én is köszönöm.